Szerkezeti válságban van a Magyar Triatlon Szövetség, az Újbudai Egyesületet irányító kétszeres olimpikon szerint, aki ifjúsági Európa-bajnok edzője is. Kuttor Csaba tavaly fogalmazta meg kritikáit a sportág vezetésével szemben. A reakciókról kérdezzük most őt, meg a 2018-as év kilátásaira. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csaba, milyen visszhangja van a sportágadon belül azoknak a évvége felé megfogalmazott kritikáidnak? Meg elsősorban nem is annyira személyes jellegűek voltak, sokkal inkább strukturális problémákra mutattak rá. Valóban, hát ez egy hosszú folyamatnak a vége volt, tehát én a háttérben azért megkerestem azokat a csatornákat, ahol tudom jelezni az én kérdéseimet vagy problémáimat a vezetés felé, és pont azért lett ez a blog bejegyzés is, mert én úgy érzem, hogy nem értem el a célomat. Nem kapta válaszokat. Tehát fél év, egy év, igen, illetve olyan minősítetetlen stílusban kaptam választ a szövetségtől. Egyébként háromszoros olimpikon vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy azért a sportágnak vagyok egy olyan alakja, hogy ha más nem, akkor azzal tiszteljen meg. De mit jelent ez a minősítetetlen válasz? Hát szó szerint minősítetetlen, tehát hogyha idéznék belőle, akkor szerintem nem hinné el a néző, hogy ez egy triatlon szövetség hivatalos kommunikációja. De jelenleg is, hát akár a nyelvezet, akár tehát megalázó, kioktató hangnem, olyan emberektől, akik úgy gondolom, hogy hozzám képes még azért sokkal kevesebbet tettek le a sportág asztalára. Hát a fenyegetés is elhangzott, akár van a sportágunkban elnöki tanácsadó is, ami egyébként a lapszabályilag nem létező munkakör részéről, nagyon agresszív stílusban megy a kommunikáció. Én ezt megelégeltem, és megpróbáltam egy kicsit a nyilvánosság felé nyitni, és kifele is kommunikálni azokat a problémákat. Ugyanis én úgy érzem, hogy ezek a problémák valósak, lehet vitatni, hogy mennyi a igaz, mennyi nem igaz, viszont a tagságnak, tehát itt 115 egyesület van Magyarországon, Triathlon Klub, szerintem a 80-90%-ának fogalma nincs ezekről a problémákról, mert egyszerűen nem érintettek. De miért nem érintettek? Hát azért, mert rengeteg olyan kis klub van, akik eddig se kaptak pénzt esetleg, meg ezután se. Tehát egy kicsit olyan magyaros, hogyha engem nem érint húsba vágóan a kérdés, akkor úgy nem is nagyon érdekel. Tehát arra a rernyő alatt repülnek, és hát nem érzékelhető. Hát gyakorlatilag egy közgyűlésen gyönyörűen lehet látni, hogyha 115-ből 30-an vannak jelen. Tehát hogy gyakorlatilag nem érdekli őket annyira az a dolog, és nincsenek arra tisztában, hogy lehetne jobb. Tehát én azt érzékelem, hogy persze 10 évvel ezelőtt nem volt ennyi pénz a sportban, főleg a mi sportágunkban. Azóta sikeresebbek is lettünk, a sport ugye kiemelt ágazat lett, ennek nagyon örülünk, a sportágból is több pénz került, viszont ezek a pénzek szerintem nincsenek úgy felhasználva, hogy a sportágnak a legjobb az érdekei szolgálják. De ezek a megfogalmazott észrevételeid, ezek milyen visszhangra leltek azoknál az egyesületeknél, a kluboknál, ahol igenis vérre megy a játék. Tehát támogatások vannak, versenyezni akarnak, előre akarnak lépni, komoly versenyzőket akarnak nevelni, tehát az aktívabbaknál. A kis klubok is hívtak egyébként, igen? A nagy klubok is hívtak, tehát egy kicsit jellemző az, hogy kifelé az ember mindig fél, tehát tartanak a retorziótól. Igazán ugye a múltban azért ez nem volt a triatlonra annyira nem volt jellemző, és egy kicsit ilyen családias légkör volt, tehát nekem ez is egy óriási csalódás, hogy a sportágban egy olyan légkör alakult ki, ahol félelem van. Tehát itt meg teljesen megszűnt az a családias korában uralkodó légkör, ami bevonzotta az embereket. Tehát itt komoly bevonzó ereje volt ennek, hogy a fiatalok, a szülők azzal szembesültek, hogy itt jó hangulat van. És egy családias ez egy kicsit megszűnt. De a családias légkörben az is benne van, hogy lehet egymást kritizálni, megvitatkozni, nem? Hát itt most nem lehet. Tehát gyakorlatilag én az első kérdésem, amikor felraktam, vagy feltettem az elnökségnek e-mailben, arra már rögtön agresszió volt, elutasító, kioktatás, fenyegetés, hogy mit merek én ilyeneket kérdezni. Igazándiból addig nem is gondoltam, hogy miben nyúltam bele, és akkor hogy nyitogatom az ajtókat, így pörögnek ki a csontvázak, és akkor egyre több olyan dolog jutott a tudomásomra, ami miatt végül is felváltam ezt a harcot.
Nézzünk konkrétumokat, hiszen te szerkezeti válságról beszélsz, szponzorok hiányáról, a nyilvánosság hiányáról, ezt most ecsetelted is, kaotikus bajnokságokról, kiírásokról, működési anomáliákról, aránytalan pénzelosztásról próbáltam összefoglalni. Tehát ha veszünk konkrét példákat, amikor azt mondod, hogy csontvázak esnek ki a szekrényből, akkor vegyünk konkrét példákat. Hát gyakorlatilag a rendelkezésre álló információk alapján, tehát én közérdekű adatigénylést is intéztem az EMMI felé, amire kaptam is válaszokat. Csak tényleg egy apró pénz, hát 600 millió forintos költségvetésről beszélünk a 2017-es évben, és 16 millió forint címkézve úgy érkezett, hogy olimpiai versenysport. Na, abban 14 millió olyanra van elköltve, hogy a titkásvezető fizetése, fénymásoló patron, meg stb. Stb. És ez olyan időszakban, amikor az olimpikon edzőjének, vagy válogatott versenyzőknek, Tokió program versenyzői, edzőjének, családjának, klubjának kell belerakni ahhoz pénzt, hogy a versenyző el tudjon egyáltalán menni a versenyekre. Ez a saját pénzét. Igen, tehát hogy én úgy szocializálódtam, amikor én 3 olimpiára kijutottam, az életem 12 éve arról szólt, hogy folyamatos anyagi bizonytalanságban a lakásomat eladva versenyeztem azért, hogy kvótát szerezek az országnak. Én éreztem, hogy az akkor is abnormális dolog volt, de az elkesedésből az ember ezt megcsinálta. Hát meg akkor nem volt benne pénz, igen, most már most került már bele van pénz. Pénz, és én egyszerűen úgy gondolom, hogy abszolút nem normális dolog az, hogy egy elnökségi tag azzal próbál pozitív színbe feltűnni, hogy egy leendő olimpikon, most az én tanítványomról, Bragmeier Zsanettről van szó, aki a legjobb magyar női versenyző jelenleg, és próbálom kijutatni Tokióba, és engem azzal támad be egy elnökségi tag, hogy én kimegyek vele a versenyekre. Mármint az edzője. Igen. Tehát nonsense, úgy, hogy én ebben 3 millió forintot... Ahelyett egy festékpatrot. Én kutócsában 3 millió forintot tettem ebbe bele a tavalyi évbe. Egy olyan versenyző nőbe, aki jelenleg a legjobb magyar. A saját pénzedből. A saját pénzemben. És én úgy gondolom, hogy ez teljesen abnormális dolog, hogy 600 millió forintnál egy olimpikonnak az edzőjének bele kell rakni. És tudok olyan versenyzőről, ahol ezt a hitelezést nem tudta felvállalni a család. Ki is mondom, Dévai Márkról van szó, aki egyébként Európa ranglistát nyert 2018-ban, és azért nem tudott elmenni időben versenyekre, mert nekik egyszerűen a hitelezés nem sikerült. Nonsense. Uh-huh. Gyakorlatilag, hogy látod, ez mindenkinél problémát okoz, mert rossz helyre mennek el a pénzek, vagy vannak a rendszerben kivételezettek, akik megkapják a pénzeket, mások meg nem? Nem, maga a pénzelosztás objektív elvek alapján folyik, ha van pénz, amit el tudunk osztani. Tehát én szakmai bizottság tagja vagyok, nem tudom, 10x éve. Tehát mi a szakmai bizottságban egyébként azokra a pénzekre, amiket megkérnek, hogy osszuk el, elosztjuk. Én inkább azt látom, hogy olyan dolgokra is megy pénz, ami teljesen, nem tudom, haszontalan sportág számára. Tehát mondjuk miért vesz egy triatlon szövetség 50 millió forintért szervert, szerveparkot, amivel nem tudom én mit ki lehetne szolgálni, tehát körülbelül 1-2 millió forint értékben elég lenne egy szervet venni. De ugyanígy vannak olyan eszközbeszerzések, amik tényleg abnormális dolgok. Tehát 85 millió forint egy kordont veszünk, az kétszer a Margit-sziget körbe. Én megkértem a szövetséget, mondom, én szívesen elmegyek, megnézem a raktárba, hol van 85 millió forint egy kordon, és mire használjuk. Miért nem adjuk ki más szervező cégeknek mondjuk ezt, és hasznot termel a szövetségnek. Csaba, mi erre a magyarázatod? Hozzá nem értés, vagy hát nem tudom, lehet, hogy ez az ára nagy támogatásnak, ilyenkor megjelennek a... Hát nem csak a kordonbontok, hanem a kordongyártók is. Hát ez a tapasztalat nekem, igen, hogy a sok pénz sok haszonlesőt hozott így a sportág a környékére. Én úgy gondolom, hogyha a középkörű büntetés tétel, tehát a lopásnál a karlevágás az még működne, akkor nekünk nagyon erős paraválogatottunk lenne. Tehát nem mondok neveket, meg nem, tehát ennek lehet, hogy meg lesznek majd a jövőben ugye a jogi lépései, de én úgy gondolom, hogy itt ezek a pénzek azért mentek máshova is. 2018-ban, amellett, hogy szeretnél egy tehetséges versenyzőt edzeni, milyen elképzeléseid vannak? Tehát ugye az, hogyha ezt a helyzetet te meg szeretnéd változtatni, akkor mit kell tenned? Megpróbálsz szembe szállni ezzel a vezetéssel, ezzel az elnökkel, ezzel az elnökséggel? Hát nekem abból elegem van, hogy minden kritika, amit én megfogalmazok, azt ugye megpróbálják személyemre lefordítani. Tehát szerintem az példátlan, hogy ma is a Magyar Triatlon Szövetség weboldalán első oldalon az van,
hogy Kutor Csabát pocskondiázza a Magyar Szövetség. Tehát a sportág korábbi ikonját, vagy olimpikonját ostorozni, csak azért, mert kritikát fogad meg a saját weboldalunkon, szerintem ez példátlan. Tehát, hogy ilyen erkölcsi színvonalon van most Magyar Triatlon Szövetség, tehát nekem ebből elegem, hogy ezt Kutor Csaba kritikaként tálalják. Én a jogi útra fogok lépni, tehát törvényesi vizsgálatot fog kérni a Magyar Triatlon Szövetség ellen, azért, hogy valaki mondja ki egy független szervezet azt, hogy az, ami itt történt, az nem annyira jogszerű. És kihívni a mostani vezetést? Ebben most még nem gondolkodok, mert ezt meg kell nézni, hogy milyen támogatottsága van ennek a történetnek. Ennek lesznek ugye közgyűlés, ahol a tagok kifejezhetik, hogy idezőben mellettem állnak, vagy egyetértenek a kritikákkal, avagy nem. De közben te készített Tokióra a versenyződet? Hát nekem egyébként ez a legfontosabb, tehát ezt én most felvállaltam. Egy kicsit olyan ez a harc, mint a, most pont néztem a Fucsovics riportot korábban, hogy természetes, hogy az, aki kis egyesület, vagy nincs olyan versenyzője, az nem mer bele menni egy ilyen harcba. Én most pont azért vállaltam fel, mert úgy gondolom, hogy a Zsanett miatt valamilyen szinten azért védettséget élvezek, tehát konkrétan, hogyha ő nincs, akkor nincs magyar vált a Tokió olimpián. Tehát jelenleg két magyar lány van, aki megüti azt a színvonalat, hogy a magyar váltó ki tudjon állni. Én is lesz már váltó is Tokióban, de hát azért egyénileg is a Zsanettől én nagyon szép szereplést várok, tehát egyértelműen tőle legfontosabb, készítem az olimpiára. Hát figyelni fogjuk az eseményeket, ígérhetem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.